A szép őszi idő ellenére fokozottan készül a térre a Városgondnokság. Új internetes honlapján is várja ügyfeleit a Népjóléti Szolgálat. Határtalanul járták be a Felvidéket a Városi Általános Iskola 7. osztályosai. Iskola korszerűsítés Jánosházán. Rangos országos elismerést kapott a Berzsenyi Gimnázium 11-es tanulója, a TVCEL képernyőjén is rendre feltűnő Tóth Regina. A Kismuk történetét elevenítették meg az ultraviolák a KMKK-ban. Az Izraelben nemzeti hősként tisztelt Szenes Hanna emlékét idézték fel egy előadás keretében az Art Moziban. Az idősek Kárpát-medencei kulturális és művészeti vetélkedőjének megyei elődöntőjét rendezték városunkban. A sporthírekben labdarúgásról tudósítunk. Jó napot kívánok! Folyamatosan zajlanak a városban a különböző őszi munkálatok. Nemrégiben megérkeztek a településre az új tulipánhagymák Hollandiából, folyamatban van az utcák és parkok őszi takarítása, valamint zajlik a felkészülés a téli szélsőséges időjárásra is. Az ősz vége felé közeledve megsűrűsödtek a Városgondnokság tennivalói. A tavalyi év óta feladatkörébe tartozik a tulipánhagymáknak a tulipánfesztiválra történő beszerzése, gondozása is. Képviselőtestület döntése alapján 500 000 forint értékbe kellett tulipánhagymákat vásárolnunk. Ez közel 20 000 hagymát jelentett Hollandiából, hoztuk a Green Park nevű kinti cégtől. Idén is úgy működik, mint tavaly. Egy részét a Városgondnokság maga ülteti el. Új ágyásokat is készítettünk, főleg a belvárosba, illetve lakossági kiosztásra is került hagyma. Kiosztottunk közel 11 000 hagymát. A tavaly, akik már kaptak, azok 25 illetve 50-et kaptak, ugye 25 a magánszemélyek magánházak elé, 50-et a társasházak elé, és az új belépők pedig ugyanannyit, mint tavaly. A tavaly kaptak az új belépők, tehát a társasházak 100 hagymát, míg a magánházakhoz 50 hagymát osztottunk. A tavalyi évhez hasonlóan a város vezetése idén is gondoskodik tűzifáról a rászorulóknak, ezek kiszerítése is elkezdődött a közelmúltban. A tüzelőt az önkormányzat idén is a nagycsaládosok, az idősek és az egyedül élők között osztja ki, szociális helyzetük alapján. Az önkormányzat úgy döntött, hogy a város közterületein lévő fák vágásából és nyeséséből a Városgondnokság nem értékesít, hanem segélyfaként kerül kiosztásra felkuglizva. Idén is megkaptuk a levelet az önkormányzattól, ugyanis ezt nem hasunkra ütve szállítjuk ki, hanem az önkormányzattól érkezik egy rendelkező levél, ami alapján hova, kinek mennyit kell kiszállítanunk. Ezt átvételi elismervény mellett adjuk át. Most néztettem meg a kiszállítás mennyiségét, eddig 67-en kaptak, és a mai napon is van még kiszállítás. Természetesen a szokásos őszi munkálatok is megtörténtek a városban. A tereken és lakótelepeken folyamatosan dolgoznak a Városgondnokság munkatársai, jelenleg is zajlik a lomgyűjtés, takarítás, a letört faágak elszállítása. Megvannak azok a helyek, Szomraki utca, főtér, Alsóságon ravatalozó környéke, a alsósági iskola előtti park, de ugyanígy mehetünk Celbe a Mikes környékére, a Mikes háza környékére, a Liget környékére, és akkor még sorolhatnám azokat, hát akik Celdömölkön élnek, azok tudják, hogy hol vannak viszonylag magas és nagy lombhullató fák. Téli felkészülés, hát igen, ez ilyenkor indul, elkezdődött a gépjárművek felkészítése a műszaki vizsgára. Változásként, javulásként annyi várható, hogy a tavasszal megvásárolt Nilfisk Ekholm gépnek jobbra-balra mozdítható 1-20 centis tolólapja van, illetve édesítőanyag szórója. Ez azt jelenti, hogy ami elég gyakran volt kifogás, hogy a járdák, közterületi parkok útjai kevésbé járhatóak, bízom benne, hogy ez szemmel látható javulást fog eredményezni. A térre való felkészülés is megtörtént tehát a Városgondnokságon. Vakó István igazgató hozzátette, bár a Városgondnokság járműparkja már nem fiatal, 15-20 éves, de a műszaki vizsgálatuk problémamentesen lezajlott, működésük jelenleg is megbízható. Beszerzésre kerültek továbbá a jégmentesítő és érdesítő anyagok is, hogy a későbbiekben a lefogyott utak se jelentessenek problémát, valamint a jövő héten elkezdődik a hófogóhálók kihelyezése is.
A Népjóléti Szolgálat munkatársai a Komplex Szolgáltatás elégedett ügyfélelnevezésű program keretében különböző képzéseken, tréningeken vettek részt, melynek egyik célja volt egy speciális internetes platform kialakítása. A dokumentációs rendszerek lehetővé teszik a hatékonyabb és gyorsabb munkavégzést, ezáltal csökkentik a szolgáltatásnyújtók adminisztrációs terheit. Október 30-án került lebonyolításra a Komplex Ellátás elégedett ügyfél elnevezésű projekt záró rendezvénye. A program keretében az elmúlt másfél évben a Népjóléti Szolgálat munkatársai különböző önismereti tréningeken és konfliktuskezelő továbbképzéseken vettek részt, melyek célja a szociális szolgáltatások összekapcsolása volt, melyet egy speciális internetes platform tesz lehetővé. A Komplex Szolgáltatás elégedett ügyfél nevű pályázattal kapcsolatban készült el a honlapunk, illetve több informatikai jellegű fejlesztés, úgy mint az adatbázis kezelő programunk, a felhőrendszer, vagy valamint a honlappal összekapcsolódó belső felület. A honlapon most jelenleg az aktuális események találhatók, illetve van egy belső felület, ahol a dolgozók megtalálhatják részlegenként a föltöltött dokumentumokat, így egy helyen megtalálható minden, illetve van egy külső felület is, ahol a szolgáltatás típusok iránt érdeklődők megtalálhatják a szükséges nyomtatványokat, kérelmeket, amiket onnan le is tudnak tölteni. A honlap 2013. novembere óta elérhető a külsősök számára is. Egyelőre alakulóban van, most már egyre többen keresik fel a honlapunkat az aktuális eseményekkel kapcsolatban, és a honlapunkhoz kapcsolódik egy Facebook, valamint egy YouTube fiók is, amit szintén egyre többen nézegetnek. A hatékonyabb és gyorsabb munkavégzést szolgáló internetes platformon a szolgáltatásokhoz kapcsolódó különböző dokumentációs rendszerek vannak összegyűjtve. Az oldal csökkenti a szolgáltatásnyújtók adminisztrációs terheit, ezáltal növeli az ügyfelek elégedettségét. A Celdömöki Városi Általános Iskola 7. C és 7. D osztályos tanulói a 6-14-01 számú határtalanul pályázat nyerteseként 2014. október 13-ától 16-áig Szlovákiában a Felvidéken vettek részt tanulmányi kiránduláson. A diákokat az osztályfőnökök és az iskolavezetés kísérte el. A tanulmányi út első napján a diákok megtekintették Komárnóc, Klabonyát és Kékkőt, a második napon jártak Rozsnyón, Gombaszögön és Rimaszombaton. A harmadik nap úti célja Zólyom, Besztercebánya és Körmöcbánya volt, végül az utolsó napon Lévát és Párkányt látogatták meg. A változatos program során a tanulók a városnézés és múzeumlátogatás mellett a környék természeti szépségeit, hagyományait is megismerhették. Párkányban találkoztak határon túlélő magyar nemzetiségű gyerekekkel is. A szervezést és a lebonyolítást a Skultúra Kft. Segítette, melyet ezúton is köszönnek a résztvevők. Az új Széchenyi terv program keretében történt meg a Jánosházi Iskola energetikai korszerűsítése. A felújított épület ünnepélyes megáldására és átadására november 5-én került sor. Több milliós korszerűsítés valósult meg az elmúlt hónapokban a Jánosházi Szent Imre Általános Iskolában. Az intézmény két főépülete hosszú múltra tekint vissza, az egyik 1868-ban, a másik tagépület 1907-ben épült, és habár azóta számos átalakításon, felújításon átesett, mostanra komolyabb fejlesztésekre volt szükség. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új Széchenyi terv környezet és energia operatív programjában összesen 83.593.622 forintot különített el hasonló jellegű beruházásokra, melyből a Jánosházi Általános Iskola az egyházi épített öregség védelme és egyéb beruházások elnevezésű projekt keretében 15 millió forintos visszanemtérítendő támogatásban részesült. Az összegből megtörtént az intézmény energetikai korszerűsítése, megújult a fűtésrendszer, új külső szigetelést kaptak az épületek, valamint napelemes rendszer került kiépítésre. A felújított épületek megáldására és átadására november 5-én ünnepélyes keretek között került sor. A programok kora reggel hálaadó koncelebrációs szentmisével kezdődtek, melyet dr. Veres András megyés püspök celebrált. A szertartást követően a résztvevők átvonultak a felújított épületekbe, ahol a püspök megáldotta és ünnepélyesen is átadta az intézmény modernizált létesítményeit. Kérjük ma Isten áldását az igazság kutatásának, megismerésének és továbbadásának erre a helyére. Mindazok, akikre ebben az iskolában gyermekek és ifjak oktatását bízzák, megfelelő módon tanítsák őket arra,
hogy az emberi bölcsességet összeegyeztessék az evangéliumi igazsággal, hogy az igaz hitet lelkükben is megőrizzék, és erkölcsös életükkel ki is nyilvánítsák. A programok zárásaként az iskola diákjai Örömöm sokszorozódjék a Te örömödben címmel adták elő ünnepi műsorukat. Kiváló eredménnyel tért haza Sátoralja Újhelyről az Édes Anyanyelvünk országos döntőjéről. Tóth Regina, a Berzsenyi Dániel Gimnázium 11. H-osztályos tanulója. Kiemelkedő szerepléssel a nívós verseny emlékplakettjét is elnyerte. Október 17-én 42. alkalommal került sor az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos döntőjére. A nagymúltú megmérettetésen ezúttal helyi érdekeltség is volt, ugyanis Tóth Regina Krisztina, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola 11. H-osztályos tanulója a megyei fordulón szerzett második helyezésével kvalifikálta magát az országos döntőre. Az Édes Anyanyelvünk országos nyelvhasználati versenyen vettem részt. Már másodszorra indultam el rajta, tavaly a megyei 5. helyig jutottam el, idén viszont sikerült másodikként végeznem a megyei versenyen, ezáltal bejutottam az országos fordulóba, ami Sátoralja Újhelyen volt. Nagyon sok tapasztalatot szereztem már tavaly is, idén meg az országos forduló alkalmával, ha lehet mondani, még többet, hiszen ott még több feladat volt, még keményebb volt a versenyhelyzet is, hogy úgy mondjam, hiszen izgultunk nagyon, mert nagyon-nagyon sok résztvevő volt, és ezáltal ugye nehezebb volt a helyek megszerzése is. Az édesanyanyelvünk az ország legrangosabb versenyei közé tartozik, ahol a diákoknak nem csak írásban, de szóban is hely kellett állniuk. A tanulmányi verseny azért is különleges, mert habár szükséges hozzá a felkészültség és a lexikális tudás, viszont sok múlik a diákok improvizációs képességén is. Úgy kezdődött a megyei és az országos alkalmával is, hogy először írtunk egy írásbeli fordulót, amiben nyelvtanos feladatok voltak, helyes írással kapcsolatos feladatok, nyelvhasználattal, például szólások, közmondások. Ez egy 3 órás tesztlap volt, amit ki kellett tölteni. Nagyon megerőltető volt már csak az idő hosszúságai miatt is, hiszen ennyi ideig koncentrálni egy dologra nagyon nehéz. De hála Istennek csak másnap volt a Sátoralja Újhelyen a szóbeli forduló, ahol 4 téma közül kellett kiválasztanom a számomra legmegfelelőbbet, amiről 3 percbe kellett beszélnem a zsűri előtt. Az volt a lényege, hogy szabadon kell mondani a véleményünket az adott témában, nem szabad felolvasni, nem szabad, hogy elveszítsük a hallgatósággal a kapcsolatot, tehát nagyon figyelni kellett a dolgokra. Reginának sikerült megnyőzni a versenyzsűriét szónoki és nyelvhasználati képességeiről, ugyanis a másnapi eredményhirdetésen Sátoralja Újhely város plakettjét vehette át, amely a verseny legmagasabb fokozatú elismerése. Regina elmondta, elégedett az eredményével, ami nem csak az ő, de felkészítői, Horváth Sarolta és Tótné Bali Krisztina érdemeit is dicséri. 5. alkalommal vehettek részt a Berzsenyi Gimnázium által szervezett német nyelvű szavaló versenyen a magabiztos nyelvtudással rendelkező diákok. A próbát minden alkalommal egy-egy jeles eseményhez kötődően tartják. Ezúttal Németország újraegyesülésének évfordulója alkalmából. Immár 5. éve szervezi meg rendszeresen a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola német nyelvű szavaló versenyét. A tanárok minden alkalommal egy jeles momentumhoz, személyhez, eseményhez kapcsolódva választják ki a kötelezően szavalandó verset. Minden évben egy nagyobb eseményhez, egy jelentősebb alkalomhoz csatoljuk a versenyt. Az idei tanévben a Németország egyesítésének 25. évfordulója alkalmából rendezzük meg a versenyünket. Itt szeretnénk az emberi toleranciára, a megértésre és az együttműködésre felhívni a figyelmet. Az idei tanévben az 5. alkalommal rendezzük meg a német nyelvű szavaló versenyt iskolánkban. Az idei évben 24 tanuló vesz részt a versenyünkön. A versenyen 2 kategória van, 7-esek, 8-asok indulnak az első kategóriában, és a 9-esek, 12-esek indulnak a második kategóriában. A versenyt megelőzően a középiskola diákjai szintén német nyelven tartottak bemutatót az intézmény történetéről, mindennapjairól. Ezt követően következett a vetélkedő, ahol a nevezők először a kötelező verset adták elő, majd egy szabadon választott költeményt.
A legjobb előadásokat háromtagú zsűri értékelte, melynek tagjai között szerepelt Feketéné Horváth Elvira, a Szombathelyi Tankerület középiskolai és kollégiumi szakreferense, Söptei Józsefné képviselő, valamint Gerold Falk, nyugalmazott katonatiszt, az iskola aktív támogatója. Egy konkrét verset választottunk ki, van egy kötelező vers, ami Karlheinz Franznak a verse, címe Du und ich. Itt szintén a toleranciáról, az elfogadásról van szó. A diákok nagyon lelkesek, szeretik a versenyen való részvételt, szerencsére nagyon sok támogatónk van, és így mindenkinek tudunk ajándékot biztosítani. A szavaló versenyen idén 24 diák mérte össze tehetségét, 13-an indultak a 7-es, 8-as és 11-en a középiskolai kategóriában. Az első kategória győztese Árvai Elizabeth lett, a középiskolások közül Zsoldos Lilla Kitti szavalata bizonyult a legjobbnak. A helyezetteken kívül minden lelkes versenyző részesült díjazásban. Újabb bábjátéka jelentkezett az Ultraviolák báb csoportja. November 5-én Wilhelm Hauff kismúkjának kalandjaiba vezette be a társulat az érdeklődőket. November 5-én Wilhelm Hauff népszerű mesefigurái elevenedtek meg bábjáték formájában a KMK-ban, ezúttal a kismukkal jelentkezett az Ultraviolák báb csoportja. Alig van valaki, aki ne ismerné a történetet. Hogyan gúnyolták állandóan a kisfiú testi hibái miatt, és hogyan hagyta el otthonát apja halála után, hogy a sivatagban vándorolva próbáljon szerencsét. Vándorlásai során a varezserejű papucs és az elrejtett kincset megmutató bot kíséri. Hauff meséjében összegyűlnek a csak az arab mesevilágra jellemző karakterek, a gólyává változott bagdadi kalifa és nagyvezíre ugyanolyan sajátos elemei a történetnek, mint az apró termetű, ám bátor és tisztességes kismuk. Hauff a német népmesékből származó elemeket és a keleti motívumokat ötvözve mágikus és rejtelmes hangulatú történeteket alkotott. A szerző olyan fantasztikus hősöket vonultat fel mesében, amely nem csak szórakoztatóvá válik, de komoly tanulságokkal is szolgál. Celdömökváros önkormányzata és a Kemenesei Művelődési Központ közösen rendezték meg november 7-én a Szenes Hanna emlékestet. Az izraeli nemzeti hős halálának 70. évfordulóján levetítésre került a róla készült dokumentumfilm is, mely után a film rendezője Dénes Gábor tartott előadást Szenes Hanna hagyatékáról. November 7-én került megrendezésre a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár mozi termében a Szenes Hanna emlékest. Az eseményt Majtényi László, a Vas megyei közgyűlés elnöke nyitotta, aki elsősorban köszönetet nyilvánított Németh Tibor könyvtárvezetőnek, akinek kutató munkája és közreműködése lehetővé tette az emlékest létrejöttét. Ezt követően a 70. évforduló alkalmából a holokauszt áldozataira emlékezett. Majd Fehér László, Celdömökváros polgármestere köszöntője következett, aki beszéde után virágcsoporral köszöntötte Sági Pálné Kati nénit, helyi származású holokauszt túlélőt. Ezután Májer László levéltáros előadását hallgathatta meg a közönség, Töredékek a Kemenesaljai zsidóság történetéből címmel. 17.-18. században Vas vármegyében a zsidóság életének központja Rohonc, Németújvár, illetve Szalónak volt. A 19.-20. században ez a tengely eltulódott, egyrészt a megyeszékhelyre, Szombathelyre kerül át a zsidóság fő beköltözési központja, a Kemenes alján pedig több olyan település van, amely hát egyrészt a természeti, gazdasági adottságok folytán a helyi zsidóság számára a heti piacok kapcsán, a kereskedelmi élet központjai kapcsán kívánatos. János háza azért kapcsolódik a Szenes Hanna esthez, mert az ő édesanyja, Salzberger Katalin, az itt született János házán, Salzberger Répótnak
a gyermekeként, ő gabonakereskedelemmel foglalkozott, és 1905-ben halt meg, és akkor az édesanyja folytatta tovább ezt a tevékenységet. Szenes Hanna, még Anikó néven, budapesti zsidó polgári családba született 1921-ben. Később iskola elsőként érte az első nagy csalódás, amikor teljesítménye és népszerűsége dacára származása miatt nem lehetett önképzőköri elnök, holott társai annak választották. Ekkor tudatosult benne először zsidóságának jelentősége. Mayer László előadása után a róla készült dokumentumfilm került levetítésre, melyen részt vett a film rendezője, a Balázs Béla díjas Dénes Gábor. Engem nagyon érdekel az a magyar kincs, amiről keveset tudunk. Legyen ez tudománytörténet, legyen olyan típusú hős, mint Szenes Hanna, aki nem csak író volt, nem csak költő volt, hanem egy igazi hős, a 20. század egyik hőse, akit 28 nyelvre lefordítottak, mint író, és több ország nemzeti hőseként tisztel. Többek között Nagy-Britannia, Izrael, és jó néhány ország, Egyiptom például, ahol megfordult. Ő egy mintaértékű személyiség, és az, amit ő tett, az azt gondolom, hogy minden korban figyelemre méltó és tanulságos. Főleg azoknak a fiataloknak, akik a 20-as éveit éppen akkor töltik. Mivel Szenes Hannának a továbbtanulásra a zsidó törvények miatt amúgy sem volt lehetősége, kitűnően leérettségizett, majd 1939-ben kivándorolt Palesztínába. Amikor meghallotta, hogy a brit hadsereg kelet-európai zsidóbrigádot toboroz, rögtön jelentkezett. Szenest a magyar határnál letartóztatták, bebörtönözték, megkínozták és végül kivégezték. Nevét azóta világszerte ismerik, Izraelben nemzeti hősként tisztelik. Második alkalommal szervezték meg Celdömölkön az idősek kárpát-medencei kulturális és művészeti vetélkedőjét. A szépkorúak verseny megyei elődöntőjén színvonalas vers és próza szavalatokkal, valamint énekes és táncos produkciókkal szerepeltek. A tavalyi évhez hasonlóan idén is Celdömölkön rendezték meg az idősek kárpát-medencei kulturális és művészeti vetélkedőjének megyei fordulóját. Habár az idei évben családiasabb légkörben zajlott a verseny, a produkciók között azonban ezúttal is színvonalas, kidolgozott előadások szerepeltek. Tulajdonképpen a gondolat az tavaly fogalmazódott meg, és a szakminisztériumunk az EMMI támogatásával, valamint a Szociális Igazgatók és Szakdolgozók Magyarországi Egyesülete támogatásával jött létre. Ennek az egyesületnek a megyei tagozatvezetője vagyok, és hát így értelemszerűen adódott, hogy ez a feladat, a lebonyolítás, ez a mi intézményünk támogatásával tud megvalósulni. Ennek a lényege tulajdonképpen az volt, hogy megmutassák azok az idősek, akik akár intézményekben, akár nyugdíjas klubokban, akár valamilyen önkéntes szerveződésekben élnek és tevékenykednek, hogy a nyugdíjas kor eljövetelével nem ér véget az élet, hanem nagyon sok olyan dolgot, tevékenységet lehet csinálni, amivel nem csak a saját napjaikat tudják kitölteni, hanem örömet tudnak okozni családjuknak, kortársaiknak és a fiataloknak is. A vetélkedőt Fehér László polgármester nyitotta, aki köszöntötte a szépkorú tehetségeket és a közönséget, valamint további aktív és produktív évtizedeket kívánt a résztvevőknek. A polgármester után a rendezvényt a Szime képviseletében hivatalosan is megnyitotta Csizmazi Jáné Hubert Mária. A beszédeket követően elkezdődött a verseny, sorban léptek színpadra az előadók a verses és prózaszavalatokkal, táncelőadásaikkal és énekes produkcióikkal. A nevezők nem csak egyéniben mutatták be tehetségüket, de csoportkategóriában is bizonyíthatták, hogy a talentum a korral sem kopik el. Nevezők Vas megyéből jöttek, minden megyében, ahol van a Szimének szervezete, illetve hogyha esetleg nincs, akkor a társ megyei szervezet segítségével tudják lebonyolítani. Tehát a megyéből mindenhonnan érkeztek jelentkezők, indul gyakorlatilag minden kategóriában, versbe, énekbe, táncban, és indulnak egyéni és csoportos résztvevők is, és amit még nem szabad elfelejteni, az,
az, hogy lehetőséget biztosítunk arra is, hogy alkotásaikkal, kézműves alkotásaikkal is szerepeljenek, részt vegyenek az idősek. Az utolsó versenyszám után a zsűri kihirdette az eredményeket. A megyei fordulóból az országos megmérettetésre tovább jutott Tótvásárhelyi Ilona musical dalok előadásával, Sinkó Pál és Gál Pál, akik hangszeres zenével léptek színpadra, valamint Csepregváros nyugdíjas kórusa. Az eredményhirdetés után a résztvevők megtekinthették a KMKK aulájában lévő tárlatot, ahol az időskorú pályázók képzőművészeti alkotásaiból nyílt kiállítás. Kiütéses győzelmet aratott a megyei labdarúgó első osztály 12. fordulójában a Celdömölki VSE hazai pályán a VÉP alakulata ellen. Bár a vendégek csak két helyen maradnak el a bajnoki tabellán a hazaiaktól, a találkozón nem ez tükröződött. Nagy iramban kezdett a hazai csapat, a mérkőzés elején két zicsert is kidolgoztak, de a befejezésben mindkétszer hiba csúszott. A vendégek erejéből csak a védekezésre futotta. A Celdömök a szünet előtt szerzett vezetést Pungor Norbert révén. Az előnyt közvetlenül a második félidő elején sikerült megduplázni Virág Martinnak. Sőt, Györkös Gábor Béla találatával bő fél órával a vége előtt már magabiztos előnyhöz jutott a CVS-e. A 61. percben megfogyatkozott a hazai alakulat, Bodor Tibor mehetett idő előtt zuhanyozni. A kiállítás után visszaállt a celi csapat, de a VÉP nem tudta kihasználni az emberelőnyt. Ráadásul még két hazai kontratámadás is góllal végződött, végleg megpecsételve a vendégek sorsát. Egyed Rihárd öngolt vétett, majd Horváth Dominik állította be a végeredményt. Celdömölki VSE, VÉP VSE 5-0. Győzelmével a 12. forduló után a Celdömök megőrizte második helyét a bajnoki tabellán. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár program ajánlója. Természetgyógyászati terápiás és diagnosztikai orvoscentrum Sárváron. Az orvoscentrum vezető orvosa dr. Szepesi Péter szakorvos, természetgyógyász és homeopata orvos, 10 éves homeopátiás orvosi praxissal és 3 éves németországi klinikai tapasztalattal szeretettel várja betegeit. Kezelési területei: gyermek és felnőtt allergia, felső és alsó légúti betegségek, emésztőszervi panaszok, fejfájás és migrén, akut és krónikus fájdalmak, nőgyógyászati problémák, terheseknél magzatfejlődést támogató program, reumatológiai betegségek, autoimmun betegségek, autisztikus zavarok, rákbetegek immunrendszeri háttértámogatása, lelki problémák és betegségek homeopszichológiai kezelése. Szeretettel várjuk gyógyulni kívánó betegeinket Sárváron a Kassa utca 6-os szám alatt. Kedves nézőink, hírmagazinunk véget ért, megköszönöm figyelmüket. Adásunkat a mai nap folyamán többször megismételjük. A TVCEL műsorairól továbbra is képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs csíkról értesülhetnek.
Internetes honlapunkon a műsorrendünk mellett korábbi hírmagazinjainkat is megtekintheti. A viszontlátásra!